Minden magyar. Petőfi Rádió. Ez a hazai Mákkatával. A mai téma. A mai témánk, amiről keveset tudunk, amiről nem szoktunk beszélni, pedig nagyon fontos lenne, úgyhogy ezért is tesszük most meg. A szervtranszplantációról fog beszélgetni Holos Katával, az Átszervezés Alapítvány alapítójával. Szia, Kata! Sziasztok! Te magad is érintett vagy a témában, elmondod gyorsan a történetedet? Én vesebeteg lettem, nagyon röviden mondom, és 13 éve anyukám vesével megműtt, illetve anyukám adta a vesét, és azóta az ő vesével élek kiválóan. Miért fontos szerinted az, hogy beszéljünk a szervtranszplantációról? Tehát mondjuk a számok azt gondolom, hogy azért sokat mondanak. Mennyien várakoznak most, mi tudsz erről? Pont tegnap néztem a listát, vesére mi csak az élődonoros vese donációval foglalkozunk igazándiból, tehát az összes többi szervet itt most természetesen minden szerve sokan várnak, de most 1056-an voltak tegnap a várólistán vesére. És mennyi időt kell várni manapság, tehát mennyit változott? Azt tudom, hogy a COVID nagyon betett ebből. Persze, a szempontból. Hát ennek a résznek is betett, hiszen ugye nem voltak donorjelentések. Most azt hiszem, hogy Magyarországon olyan körülbelül 2-3 évet, vagy 3-4 évet kell várni. Te csináltál egy alapítványt, mióta működik, ki az alapítója, és miért érezted fontosságát annak, hogy csinálj egy ilyet? Többen csináljuk az Átszervezés Alapítványt, 8 éve vagyunk. Hát az érintettségünk okán vagyunk szerintem mindannyian. Nagyon fontos, hogy mi dolgozunk, tehát ez egy klasszik non-profit alapítvány, hogy mi ez tényleg, én azt szoktam mondani, hogy ez az egyik hobbim, így a munkám mellett. Információkkal szeretnénk segíteni igazából az érintetteket. Nekem szerencsém volt, mert én amikor beteg lettem, attól a pillanattól kezdve én tisztában voltam, hogy van olyan, hogy élő donáció. Teljesen az orvosom is emellett volt. Nekem mondom, szerencsém volt, de nagyon-nagyon sok téveszme kering még mindig az élő donációról, hogy ez, mint hogyha ez valat. Tehát persze ez egy nagyon misztikus dolog, hiszen nekem édesanyám, aki azt mondta egyébként hallgat a kutyával együtt, hogy innen is üdvözlöm őket. Tehát, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, ez borzasztó alapos kivizsgálás előzi meg a donort, és mindig egész műtét alatt. Tehát nekem például elmondták, hogy minket ugye elkezdtek műteni, először a donort, utána engem, és ha bármit történik a műtét közben, hiszen ez egy orvosi beavatkozás, altatásban bármi lehet, a donor egészsége az első. Tehát ha bármi baj van, akkor ott abba adják, és akkor nem veszik ki a szervet. Ez is nagyon fontos. Édesanyád, hát gondolom, egy szülő azért nem sokáig gondolkodik, ugye, hogyha a gyermekével valami probléma van, és hogyha tud segíteni, akkor én azt gondolom, hogy azonnal ott van. Ez így van, én többet gondolkodtam. Az alapítványunk szlogene is az, hogy merj adni, merj kapni, mert tehát ezért ez a kapás is egy nehéz dolog, hogy most van-e jogom elfogadni, kiteszem egy szerettemet, az is szintén fontos, hogy nem csak családtag, hanem úgynevezett érzelmi rokon, tehát baráti kör, távolabbi rokon is adhat, de hát őt kitesszük egy műtétnek. Hiába egy orvosi csapat dönti el, hogy ki alkalmas donornak és kinek nem, de mégiscsak egy műtét. Úgyhogy nekem 3 hét volt, amíg pont karácsony előtt derült ki a diagnózis, hogy december 23-án, hogy nekem akkor itt a vagy dialízis, vagy élő donáció, és azt hiszem, hogy január 6-án kezdték el a kivizsgálásokat a mamának is, meg nekem is. Az is nagyon fontos, ha esetleg érintett hallgatja, hogy listára kell kerülni, tehát transzplantációs listára kell kerülni élő donáció esetén is. És ugye csak egészséges ember lehet donor, tehát csak olyan... Kiga meg a egészséges lehet csak donor, így van. Hát rengeteg kérdés nyilván felmerül a dologgal kapcsolatban. Ugye a szervátültetés életet ment, ez egy nagyon biztos pont. Akinek esetleg további kérdése van, nyilván nekem is, úgyhogy tarts velünk a folytatásban. Holos Katával, az Átszervezés Alapítvány alapítójával beszélgetek a szervtranszplantációról, úgyhogy ha ezzel a témával kapcsolatban szeretnél többet megtudni, vagy ha kérdésed van, akkor a 0630303380-as számon feltehetett hozzászólhatsz a műsorhoz, ha esetleg érintett vagy, akkor szintén. Várjuk ezeket a hozzászólásokat is itt a Petőfi Rádióban. Már is folytatjuk, tarts velünk! A stúdióban. Holos Kata, az Átszervezés Alapítvány alapítója, a szervtranszplantációról beszélgetünk. Kata is érintett, neked ugye az édesanyád adta oda a vesélyét, és ezzel megmentette az életedet. Vissza tudsz tekerni az időben, hogy neked mi történt a veséddel? Tehát ezt tudod? Azt pontosan a mai napig nem derült ki, illetve hát most már jó.
de volt egy ilyen nagyon hosszú lázas állapot, akkor még a rutin vérvételben nem volt benne a vesefunkció, tehát nekem valószínűleg nagyon hosszú évek alatt ment úgy tönkre, hogy eljutottunk idáig, de hát ez egy olyan betegség, amire kivéve, hát természetesen van sok vele született, öröklött betegség, de nekem a családban senki nem volt vesebeteg, tehát ez egy teljesen új terület volt nekünk is, amikor kiderült, hogy velem ez van. Fantasztikusan jól nézel ki, tehát te jól vagy. Köszönöm szépen. Ugye most már hány éve történt ez a műtét? Április 27-én volt 13. És édesanyád is jól van. Nagyon, igen. Hát a műtét előtt nem néztem ki annyira jól, mert borzasztóan be voltam vizesedő. Ugye engem ez is nagyon fontos, ha érintett hallgatja, hogy nem feltétlenül szükséges dializálni. Tehát nem, ez a vesepótló kezelés, ezt lehet élő donációba előbb is vesét kapni. Egy kicsit végig viszel minket a folyamaton, hogy történt a műtét, mennyi ideig tartott, utána mi történik, illetve mennyit fejlődött a szervtranszplantáció az évek során? Hát a műtét egy nagyon klassz dolog volt, én ezt a mai napig úgy gondolok rá. Természetesen, aki hozzánk fordul, én nekik se szoktam valótlant mondani, fáj, ez egy vágás. Nagyon fontos, ezt én sem tudtam, például ezért is lett alapítvány, hogy ezt előre a csípőárokba ültetik be, tehát tulajdonképpen a hasüregemben van az egy darab működő vesém. Ez most már egy nagyon, tehát már laparoszkóppal veszik ki ugye a donornak a vesét, ő 3 nap múlva, ha nincs semmi, haza is mehet. Én 6 éjszakát töltöttem kórházba, tehát szerintem ez most már egy, ugye ezekkel a sebészeti most már, hogy itthon is van ez a Da Vinci robot például, tehát már úgy is csinálják, ez igazából szerintem nem egy annyira, mondom ezt én, aki távol állok a sebészettől, tehát nem vagyok orvos, ez nem egy annyira bonyolult műtét technikailag. Nyilván az, hogy egyáltalán legyen donor, az azt hiszem a legfontosabb része ennek. És ez a donor, bocsáss meg, egészségileg megfeleljen. Bárki lehet egyébként donor, tehát bárki adhat. Bárki adhat. Erről mindenki saját maga nyilatkozik. Nem, Magyarországon egyébként úgy van, hogy feltételezett donáció van, tehát halál esetére mondom, hogy nem, tehát ha nem tiltakozol ellene írásban, életedbe, akkor mindenki potenciális donor. Uh-huh. Nagyon sokan várnak, ugye 1700 körüli számot mondtál? A listán most 1056-an vannak. Akik várakoznak valamilyen szervre, ahhoz, hogy ugye... Nem, vesére várakoznak. Ja, tehát ez csak a vese? Ez csak a vese, igen. Igen. Uh-huh. Mondom, mi a többi szervvel nem foglalkozunk, de meg tudom neked nézni a következő megszólalásra szívesen. A transplantáció utáni rehabilitáció során milyen kihívásokkal kellett szembenézned? Hát van itt 90 nap, amikor jobb, nagyon fontos, hogy nincs szükség steril szobára. Tehát fokozott higiéniára nyilván, hiszen az immunrendszerünk le van nyomva. Én a mai napig és minden transzplantált immuncsökkentőket szedünk, hogy nehogy egy kilöködés legyen. Ezt életed végig szedni kell? Amíg benn van a szerv, addig kell szedni, igen. Uh-huh. És az, hogy nem oda kerül vissza a donor, ahol egyébként az eredeti helyén volt, annak mi az oka? Hát például nekem benn van a 2 sajátom, tehát azt nem veszik ki, ha nem csinál semmi bajt. Uh-huh. Azt évente ellenőrizzük ultrahanggal, nekem ott szépen zsugorodnak össze, illetve pont most voltam kontrollon, most mondta a doktornő, hogy most úgy megállt a zsugorodásba, aranyosan ott figyelgetnek. Még egy minimális működésük lehet, hogy van is, tehát azt nem bolygatják, ha nem kell. Tehát ahhoz, hogy ne löködjön ki az új vese, igen, ahhoz kell szedni különböző gyógyszereket, igen, vagy egyfajta immuncsökkentőt. És ezeknek van valamilyen mellékhatása? Olyan direkt mellékhatása nincsen, mindegy, én azt tudom neked mondani szintén, tehát civil szemmel, ez megint nem orvosi, hogy ami általános tünet, hogy a hajunk egy kicsit szokott hullani, de az visszanő. Uh-huh. Tehát nekem nem azért van rövid hajam, mert nincs, hanem mert szeretem a rövid hajamat. Vendégem Hollós Kata, az Átszervezés Alapítvány alapítója, szervtranszplantációról beszélgetünk. Hát ezt jól átgondoltam, kell mondani, ezt a szót nem olyan egyszerű. Kata, de nagyon ügyesen mondod. Köszönöm. Egyébként. Nem mindig sikerül kimondani. Na de, ugye ez egy olyan téma, amiről keveset tudunk, amiről nem igazán szoktunk beszélni, pedig nagyon fontos a szervtranszplantáció, mert a szervdonációs rendszer egyik legnagyobb nehézsége talán a társadalmi tájékozottság hiánya. Ezzel egyetértesz? Maximálisan. Főleg az élő donáció esetén, tehát még mindig vannak olyan, hozzánk érkezett egy olyan kérdés, hogy jó, hát én odaadom a vesémet a fiamnak, de akkor én meghalok? Mm. Tehát
Ez nagyon nagy baj, hogy valaki még így gondolkozik, hiszen a donor ugyanúgy él tovább, tehát én a saját anyukámmal látom, hogy ha valami van is, az nem a veséjével van. És a donorokat is egyébként évente egyszer átnézik, utána még így alaposan. Igen, a műtétről már beszélgettél, aki esetleg érintett a témában, hogy szeretné ezt visszahallgatni, az megteti a Petőfi Rádió Facebook oldalán, ezért dióhéjban, hogyha gondolod, akkor újra elmondhatod, esetleg azoknak, akik most kapcsoltak be hozzánk, hogy ugye... Hagyjatok vesét, ha valaki vesebeteg a nem, családban. Nem, arra gondolok, hogy a maga a műtét, egy laparoszkopos műtétről van szó, tehát ne azt gondoljuk, hogy itt ilyen óriás vágások vannak. Ez régen így vannak. Volt régen valóban, így volt, hogy az embereket felvágták. Szerencsére ez most már két luk, és ahol a sebészor, az operáló orvosnak a keze befér, ez egy kíméletes eljárás, és egyébként, ha minden rendben, akkor 3 nap múlva haza is megy. Talán ami ugye egy-egy ilyen műtétnél nagyon nehéz még, az a pszichológiai, illetve az érzelmei kihívások. Neked ezekkel hogy sikerült megküzdened? Hát én sokan kérdezik egyébként, hogy én érzem-e, tehát hogy valami más-e az életemben, vagy szeretem-e a sóskátat, hogyha eddig nem szeretem. Nekem semmi ilyenem nincsen. Tehát mivel, hogy a mama teljesen magabiztosan és egy pici hezitálásra rajtam, és nem félt. Én sem, mert én meg nagyon vártam már, hogy ne cipeljem azt a 14 liter vizet, ami rajtam volt. Tehát mi teljesen, mi nevetgélve vártuk a műtétet. Tehát nem, a mamában abszolút nem volt félelem, ezt ő mindig el is mondja egyébként, hogy ő tényleg nem félt. Tehát olyan alapos ez a kivizsgálás, amin átesik, és ugye van egy orvosi bizottság, aki eldönti, hogy emellett ő alkalmas donor vagy nem, hogy nekem, hogy mondjam, amikor eldöntöttük, hogy nagyon erős családi, baráti és az ismerős orvosok nyomására, hogy de én ezt csak fogadjam el, onnantól kezdve én eldöntöttem, hogy elfogadom, és kéz a kézbe járkáltunk a vizsgálatokra, nagyon jól el voltunk, a műtét előtti este haza is akart küldeni az akkori nagyon szigorú portás bácsi a klinikáról, hogy mi mit vihorászunk itt civil ruhába, mert hát nem öltöztünk át, mert beszélgettünk, úgyhogy nekem a pszichés feldolgozás az így nem ment olyan nehezen, de ismerek például olyan hölgyet, aki a testvére veséjét 5 év kellett, hogy el tudja fogadni. Tehát már fejben? A felajánlás megvolt, és 5 évig tartott, amiről azt tudtam mondani, hogy oké, csináljuk. Mit tanácsolnál azoknak, akik szervtranszplantáció előtt állnak, vagy esetleg frissen átestek a beavatkozásokon, de inkább talán előbb beszéljünk arról, hogy akik előtte állnak. Én csak vesére nyilatkoznék, mert egy szív vagy egy tüdő az nyilván teljesen más, én bele se tudok gondolni. Egyrészt mindenkinek azt tanácsolnám, aki egyébként teheti, hogy kerüljön listára. Tehát ha nincs is élő donora, akkor is kerüljön listára, mert az egy teljesen más dimenzió az életnek. Természetesen a vesepótló kezelés, azaz a dialízis is nagyon klassz, mert ugye így élhetünk, de egy más dimenzió, egy más minőségű élet, hogyha ha kap egy jó vesét. A vesepótló kezelés az pontosan mit jelent? Hát most nagyon egyszerűen mondom, egy gép átmossa a véredet. Méreganyagoktól sapad. Fönt van egyébként az átszervezés Facebook és Sima oldalán is, megtaláltok minket a átszervezés.hu, illetve a Facebookon átszervezés alapítvány, fenn van, hogy milyen egy vesepótló kezelés, az nem annyira jó, mint transzplantálva lenni szerintem. Lesz majd nyílt napotok is, ott mi mindent tudhat meg, aki ellátogat erre. Köszönöm, hogy kérdezed, már majdnem elfelejtettem. A klinikával, a transzplantációs klinikával karöltve és nagy támogatásokkal, amit ezőtt is köszönöm. Az érintettek, akiknek már konkrét pár, tehát csak az élő donációval foglalkozunk, mondom még egyszer, erről megtudjuk. Nekem például az egy probléma volt, hogy nem tudtam, hogy milyenek a szobák, tehát most végig tudják azt nézni, akiknek már konkrétan megfogalmazódott az élő donáció ötlete. info@szervezés.hu-n tud még esetleg, ha hallgatja, érintett jelentkezni. Szombaton lesz a SOTE stég, én meg ebbe bonyolódom bele mindig a transzplantációs és gasztroenterológiai klinikán Züllői úton. Egyébként szervtranszplantációs műtéteket az országban hol végeznek? 4 központ van, Budapest, Pécs, Szeged és Debrecen. Ebben a műsorban minden témát alaposan körbejárunk. Ez a Hazai, a Petőfi Rádióban. Vendégem Hollós Kata, az Átszervezés Alapítvány alapítója. A szervtranszplantációról beszélgetünk, azon belül is a vesetranszplantációról, hiszen Kata is érintett, és közben egy SMS-ben csak annyit írt egy hallgatónk, hogy az ő bal veséjét kivették baleset miatt, és keresztanyától kapott. Egy veséje még attól maradt?
Igen, hát ennyit írt így dióhéjban, úgyhogy akkor nem egy további részleteket nem tudok. Eszembe jutott, hogy, hogy te, ahogy átestél ugye egy ilyen transzplantáción, ilyenkor ugyanolyan életet lehet élni a folytatásban? Tehát oda kell figyelni mondjuk jobban a sportra, vagy az étkezésre, vagy bármi másra? Én úgy gondolom, illetve akikkel még szintén érintetek is, és egy picit élő donációnál különösen azért van egy felelősség. Tehát az ivás nagyon fontos, és itt most nem az alkoholtartalmú italokra gondolok, hanem vízre például, hogy megfelelő mennyiséget igyunk, de én úgy gondolom, hogy amit tőlem telik, azt mindent megteszek, mind táplálkozás, mind sport, mind minden terén, hiszen valaki nekem adta egy élő ember a vesét. De ugyanez kadáver, azaz halottnál is szerintem megvan, hogyha kap az ember egy ilyen esélyt, akkor azért próbáljuk meg ezt megbecsülni. Tehát én különösen úgy vagyok, hogy ahányszor a mamára nézek, hogy beszélek, mindig eszembe jut, hogy vigyázzak rá. Én két dolgot hagytam abba, de azt is azért, mert én úgy gondoltam, hogy én félek, és ezt félve nem lehet csinálni, az a sí vagy a snowboard, illetve én motorral sokat közlekedtem, azt most már nem csinálom, de egy nagyon kedves barátnő, aki szintén transzplantált, ő ugyanúgy síel és motorozik tovább. Én úgy gondoltam, hogy azt nem kísértem a sorsot. Ugye, amit talán kevesen tudnak, én se tudtam, hogy aki vese transzplantáción esik át, nem a vese helyére teszik a vesét, hanem a süregbe. Úgyhogy te ezért is... Tehát, én óvatos vagyok, igen, hiszen a bordák egyébként védik ugye mindkét vesénket. Előn meg, hogyha főleg, ha valakinek nincs ilyen nagy hasa, vagy nincs egy védőréteg rajta, akkor ott bármi történhet. Úgyhogy én félve ezeket a dolgokat szerintem nem lehet csinálni, tehát én inkább úgy döntöttem, hogy ez semmibe, tehát attól még egy nagyon klassz életet élek. Nát, ha másmilyen vírusfertőzéstől nyilván ezt próbálja az ember elkerülni, vagy próbál egészségesen élni, de hogyha esetleg valamilyen vírusfertőzésen átesel, mondjuk egy náthán, akkor jobban kell figyelned, másféle vitaminokat, gyógyszereket kell szedni egy transzplantáltnak, vagy minden egyébként ugyanaz. A vitaminok az egy érdekes dolog, mert ugye nagyon sok például C-vitamin, stb. Az immunerősítő. Na most nekünk le van nyomva az immunrendszerünk, tehát immunt mi nem erősíthetünk. Ugye, amit mondtak például ennél a kedves COVID vírusnál is, hogy az én egyébként voltam COVID-os is, semmi, hála jó Istennek, semmi bajom igazából nem lett tőle, csak pozitív volt a tesztem. Én beteg olyan 13 év alatt nem nagyon voltam ilyen megfázások, meg nátha kivételével, akkor én mindig mindent egyeztetek az orvosommal, a kezelőorvosommal. De kevés, tehát szerintem én egészségesebben élek, az biztos, mint előtte. A szervtranszplantációval kapcsolatban Hollos Kata a vendégem, az Átszervezés Alapítvány alapítója. Nekik lesz egy nyílt napjuk, úgyhogy erről további információkat meg lehet találni az alapítvány honlapján, ugye? Inkább a Facebook oldalunkon. Május 25-én, és szeretném itt a kollégáimat is megemlíteni az alapítványnál, hiszen nem egyedül vagyok. Van két önkéntes segítőnk, Szilvi és István, és és Miklós, aki végre van egy mentálhigiéniás segítőnk is, mert igazából ahhoz mi nem értünk, és Miklós, hála jó Istennek, csatlakozott közénk, illetve Wagner Rózsa és Mezei Gergő, akik még az alapítók. Ez a Hazai Márk Katával. Vendégem pedig Hollos Kata, az Átszervezés Alapítvány alapítója, akivel a szervtranszplantációról és azon belül is a vese transzplantációról beszélgetünk, hiszen ő maga is érintett, és ezért is indított egy alapítványt ezzel a céllal, hogy egy kicsit nagyobb fókuszt tudjanak adni, vagy tudjatok adni, ugye? És ehhez kapcsolódik például egy nyílt nap is, ami előtt álltok. Információt próbálunk, ez így van. Én azt látom a legnagyobb hibának ez a vese élő donációval kapcsolatban, hogy nagyon sok, tehát információ hiány van, akár még a szakemberek részéről is. A nyílt napunk a szombaton lesz, de mindent megtalálnak a Facebook oldalunkon, egyébként a érintett hallgat minket. Én úgy gondolom, hogy ez az élő donációba ezért van ez a sok esetleg tévhit, vagy hogy valakinek ez nem ugrik be elsőnek, ha egy vesebeteg lesz a családban, mert nincs megfelelő információ. Tehát mi tényleg bárkinek nekünk lehet írni, mi segítünk, nagyon fontos, hogy mi civilek vagyunk, mi nem vagyunk orvosok. Nyilván mindannyian többet tudunk, mi nagyon régóta foglalkozunk vele, mint egy átlag ember a veséről, vagy az egész dologról, illetve hát az orvosokkal, ha bármi olyan van, akkor egyeztetünk, tehát mi nem gyógyítunk, meg nem tanítsunk, mi pusztán információt adunk.
Tévhitekről már nagyjából beszélünk, vagy érintettük a tévát. Talán a tévhiteknél fontosabb az, hogy az ember picit talán tudatlan ebben a témában, ugye, amit te is mondtál, hogy nem elsőként az ugrik be, hogyha van egy vesebeteg, hogy na, valaki adjon vesét mondjuk a családból, vagy a hozzátartozók közül. Igen. De ugye az fontos tisztázni és tudni, hogy csak egészséges szerv transzplantálható. Tehát egy komoly kivizsgálás előzi ezt meg, nem úgy van, hogy én kitalálom, és akkor holnap ez már az első lépés az, hogy kitalálod, aztán jelentkezel, hogy akkor te, de ezt úgy értsétek, ezt a komoly kivizsgálást, hogy tényleg a hajad tetejétől a kisláb, tehát bőrgyógyásztól kezdve, nyilván férfiaknak, nőknek urológus, nőgyógyász, fülorgégész, szemorvos, bőrgyógyász. Ja, hogy ennyire? Hát nagyon, hogyne. Tehát nem csak egy szimpla vérvétel, ja, vagy egy ultrahangos vizsgálat. Utána még vizsgálat. Vannak úgynevezett keresztpróbákkal az immunológiai egyezést nézik, abban van kettő, és a műtét reggelén van a harmadik. Tehát még ott is kiderülhet, pont nem olyan rég volt egy olyan eset, hogy sajnos befeküdtek műtétre, és a keresztpróbájuk az utolsó nem sikerült. Tehát ez tényleg nagyon-nagyon alapos. Hozzáteszem azt, hogy valaki kaphasson vesét, az is. Átvilágítják CT, tehát minden, amit el tudsz képzelni, és általában a gyengébb vesét veszik ki, ez is nagyon fontos. Még tudnál valami olyan dolgot mondani, ami egy kicsit felnyitja az emberek szemét a témával kapcsolatban, mert az emberek tudatosságát én azt gondolom, hogy azzal tudjuk növelni, hogy beszélgetünk a témáról. Én két dolgot tartanék fontosnak. Egyrészt azt, hogy tájékozódjanak. Tehát az internet ez nem feltétlenül a legjobb eszköz, de mégis, mert ugye a Dr. Google néha azért félre vezet, de ha valami érintett a családba, akkor az orvosoktól, nővérektől tessék kérdezni, hogy akár tőlünk, vagy akár más szervezettől, vagy betegszervezettől, mert ez nem egy ördögtől való dolog. Tehát nagyon sokan élünk beültetett vesével, egyre több szerencsére az élő donoros felajánlás is, és egy teljesen, tehát kérdez, nincs buta kérdés, tehát nincs olyan, hogy rossz kérdés, az a buta kérdés szerintem, amit nem tesznek föl. És esetleg az akadályozza meg egy sikeres transzplantációt. Mi a tapasztalat, hogy kevés, tehát hogy az a kevesebb, aki donort ajánl fel, vagy az a kevesebb, aki elfogadó arra, hogy mondjuk a családból valaki donort adjon? Tehát melyik a nehezebb feladat szerinted? A nehezebbnek, én mondom, én csak a saját példámat tudom, de szerintem, tehát vesét nem kérünk, legalábbis az nagyon ritka, hanem a vesét felszokás ajánlani. Tehát az gondolj be, hogy az nem egy életszerű, hogy egy mondjuk nagy családi összejött karácsonykor akármi felállsz, és akkor azt mondod, hogy na, kiadja a vesét, mert nekem kell. Vannak kiadványaink, azt, hogyha esetleg olyan hallgatja, aki ebbe érintett, szívesen elküldjük postán, és akkor azt úgy ott lehet hagyni a ebédlőasztalon, vagy valami, ugyanis nagyon sok embernek lehet, hogy eszébe se jut. Hogy van egy vesebeteg, sajnáljuk, de az nem jut eszébe, hogy esetleg tudna neki segíteni. És egy vesével pedig kiválóan lehet élni. Még egy nagyon fontos, mert ez is felszokott merülni, ha valaki odaadja az egyik veséjét, és utána valami történik vele, akkor ha várólistára kerülő pluszpontokat kap, hogy gyorsabban kapjon vesét. Uh-huh. Én ilyen esetet nem tudok, ami nem jelenti azt, hogy nincs, de az egy fontos dolog, hogy akkor ő úgymond ilyen jutalmat, vagy szóval, hogy akkor esetleg kevesebb ideig kell várni vesére. Remélem azért egy kicsit tudtunk segíteni azoknak, akik nem nagyon tudtak erről a témáról, hogy egy én kicsit jobban beleláthatnak most ennek kapcsán, a beszélgetés kapcsán, de minden visszahallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve hát akkor ajánlom mindenki figyelmébe, ami már többször elhangzott a nyílt napotokat. Holos Katával, az Átszervezés Alapítvány alapítójával beszélgettem ebben az órában a vese transzplantációról. Kata, nagyon szépen köszönjük, és jó egészséget kívánok neked a folytatáshoz. Köszönjük szépen. És édesanyádnak is természetesen, és mindenkinek, aki átesett természetesen ilyen vizsgálaton, ilyen műtéten. Így van. Mindenki vigyázzon magára, ez a legfontosabb. Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.